A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház laboratóriumi csoportja az ország legnagyobb laboratóriumával rendelkezik, ahol évente körülbelül 800 ezer páciens vizsgálatát végzik el. Az intézet immáron működésének 100. évfordulóját ünnepli, amelyet csütörtök délután tudományos konferencia keretében ünnepeltek meg. Az integrált intézmény főigazgatója az eseményen kiemelte, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően szakembergárda és infrastruktúrális feltételek is biztosítottak a megbízható munkához. Nagyon fontos és nagyon lényeges, sokszor nem látható ez a munka, de hihetetlen fontos, hisz a gyógyításhoz szükséges eredményeket azt a laborból kapjuk meg, tehát nagyon nagyban segít mind a diagnózis, mind a terápia felállításába. Laboratóriumunk egy nagyon modern főszer, 10 évvel ezelőtt újult meg, illetve most 2 évvel ezelőtt megint csak újra megújult. Évi 800 ezer vizsgálatot végeznek, illetve maga egy évben 800 ezer ember jelenik meg, és a vizsgálat szám pedig közel 10 millió. Tehát egy hatalmas mennyiségű munka folyik itt a laborba. A tanácskozáson értékelték a nyíregyházi laborcsoport elmúlt 100 évének munkáját, valamint szakemberek vitatták meg a tudománnyal kapcsolatos legfontosabb aktuális kérdéseket. A konferencián elhangzott, a páciensek sok esetben nincsenek tisztában betegségük hátterével, így a jövőben azon kell dolgozni, hogy a vizsgálatok eredményei a páciensek számára is egyértelműbbek legyenek. Nagyon fontos hangsúlyt fektet a konferencia arra, hogy ne csak numerikus eredményeket adjanak a központi laboratóriumok, hanem azokat értelmezzék a betegségének kontextusában a klinikus felé. Több az annál, mi úgy gondoljuk, hogy feladatunk, és egyébként az egész világ laboratóriumi diagnosztikai szakterülete ezt gondolja, feladatunk a közvetlen betegekkel, és sokszor már nem is betegeknek hívjuk, hanem páciensekkel, egészségtudatos állampolgárokkal való kommunikáció, annak érdekében, hogy megértsék laboreredményeiket, illetve megértsék azt, hogy mit tehetnek azért, hogy egészségesebb életet élhessenek. Kappelmájer János köszöntőjében kiemelte azt a munkát, amelyet az elmúlt 10-15 évben végzett a nyíregyházi kórház laborcsoportja. Ennek köszönhetően ugyanis az intézmény európai szinten is kiemelt minőséget képvisel a diagnosztika területén. Itt központosításra került nagyon sok kisebb laboratórium, és a Jósa Kórház központi laboratóriuma fogja össze ezek működését déli északi pólus néven. Én úgy gondolom, egy nagyon előremutató törekvés volt ez, amit itt az Eisner főorvosnőig az elmúlt másfél évtizedben megvalósította. Ez az egyik legnagyobb magyar kórházi laboratórium. Úgy tudom, jóval 5 és 10 millió közti évi vizsgálati számmal, mindenképpen európai viszonylatban is figyelemre méltó, és még az talán nagyon fontos, hogy lefedik a laboratóriumi diagnosztika teljes vertikumát, amit egy ilyen megyei kórházban feltétlenül klinikai kémia, hematológia, hemosztázis, mikrobiológiai vizsgálatokat. A professzor hozzátette, a nyíregyházi intézmény, mint oktatókórház is nagyon eredményes munkát végez. Az elmúlt években ugyanis rengetegen szerezték meg itt szakképesítésüket, ezzel is kiváló szakemberekkel gyarapodott a magyar egészségügyi ellátórendszer.